A Gödöllő Táncegyüttes az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ez alkalomból a Gödöllői Művészetek Házának konferenciatermében egy kis kiállítással kedveskedtek a tagoknak és az érdeklődőknek. A rendezvényt Széphalmi Zoltán, a táncegyüttes művészeti vezetője nyitotta meg. A kiállítás február 24-ig tekinthető meg. Hát jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, szervusztok, kedves táncosok! Azért gyűltünk itt gyorsan össze, hogy a Gödöllő Táncegyüttes elmúlt 20 évének egy rövid bemutatását egy kiállítás formájában megnyissuk. Ez egy tematikus kiállítás olyan szempontból, hogy ugyan táncegyüttesről van szó, de szó nincs arról, hogy csak táncolásra jönnénk össze. Voltak táboraink, külföldi utak, kiszézés és nagyon sokfajta olyan megmozdulás, amikor az együttes nem csak a színpadon táncolt, hanem máshogyan is együtt volt. Természetesen a legfontosabb az az, hogy táncot tanuljunk, néptáncot tanuljunk, mindezt bemutassuk, és mind a két dolog, tehát a tanulás, és a bemutatás az színvonalas legyen. Én úgy érzem, hogy a képeken az elmúlt 20 év majd minden táncosa szerepel ilyen-olyan formában, illetve a hátam mögött lévő kis kiállítás, ami csak egy töredéke tulajdonképpen a Gödöllő Táncegyüttes ajándékainak, illetve díjainak, méltán mutatja azt, hogy van hova fejlődnünk, hiszen az egy évtől egészen a 20 évig gyönyörű szép díjakat gyűjtött az együttes, illetve az együttesnek a szólistái, szólista párjai, és várjuk, hogy 5 év múlva rendezendő kiállításunkon még több ilyen díjat kiállíthassunk. Természetesen az ünnepi gála délutánon és estén nem csak a fotókon lehetett megtekinteni a táncosokat, hanem egy kétrészes előadás keretén belül is. A műsorban közreműködtek az óvodás, ficánkoló, kiskamasz, druzsba és felnőtt csoportok is. A rendezvény után a csoportvezetőkkel és koreográfusokkal beszélgettünk a látottakról. Katona bácsi, hop, 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 adjon nekem cigakot, mert ha nem a cigakot, megölöm a katakot! A tenyeres talpas produkcióban hány éves a legkisebb és a legnagyobb, és hogyan lehet neki koreográfiát tanítani? Ők az óvodás csoportja a Gödöllő Táncegyüttesnek. Tudomásom szerint a legkisebb kincső leányzónk 3,5 éves. Egyébként 4 éves kortól szoktunk gyerekeket várni ebbe a tánccsoportba. Tehát egy kicsi korengedménnyel beengedtük, mert nagyon ügyes és nagyon oda tud figyelni arra, amit mondunk. És óvodás korosztály. Tehát a 6. életévüket betöltött gyerekek még talán itt vannak, de aztán mennek tovább a ficánkoló csoportba. Hogyan lehet neki koreográfiát összeállítani, mert azért nagyon ügyes lépések voltak már ebben? A táncanyagot azt évelejétől elkezdjük mindig tanulni, persze játékos formában. Általában az ugros és csárdás táncokkal szoktunk ilyenkor megismerkedni, és a játékok pedig, a játék fűzése, az pedig hetente, óráról órára készül el. Nyilván tehát játékos formában kell ezeket a dolgokat szépen egymás mellé kovácsolni. Érzik ezek a picik, hogy ők most egy ilyen nagyszabású műsorra készülnek, hogy ők gála műsorra készülnek, más, mint egy sima fellépés? Nem szoktam nekik megemlíteni ennek a fontosságát, pontosan azért, hogy nehogy megrémüljenek, éppen elég nekik. Van olyan, aki először találkozik a színpaddal ebben a koreográfiában, vagy ebben a gála műsorban, úgyhogy megpróbálom nekik elmesélni azt, hogy mi az, hogy nézőtér, mi az, hogy színpad, és hogy általában hogyan viselkedünk, hogyha a színpadon táncolunk, vagy fellépünk. Mind azt mondják, hogy szeretőt keres.
viselet az a koreográfia függvénye volt? Igen, ez érdekes. A műben gyimesi dalok vannak benne, és a gyimesi csángók meg a moldvai csángók hordják ezeket a nagyon régies, archaikus lapszoknyákat, katrinca vagy karincának hívják. Viszont érdekes, mert én a mi vidékünkről ismert, vagy szokásos ilyen színes rózsás válkendőkkel kombináltam a dolgot, illetve azokat a kötőket, amiket szintén sokan nem ismernek, azokat bernyétnek hívják, és azokkal szokták rögzíteni a ruhákat, és azokat egy kicsit átgondolt, újra gondolt formában tekertük magunkra. Hogyan született meg az asszony-asszony koreográfiája? Hát azt hiszem, hogy tehát ez nem egy tudatos koreográfálási folyamat volt, valószínűleg az érzések azok jöttek, illetve megtaláltam egy nagyon jó muzsikát, Herzko Ági, Szalóki Ági és Bognár Szilvinek a köszönet érte. Azt hiszem, hogy ez a zene volt az utolsó pont, ami végül is megihletett. Gyerekek ruhája, viselete, az ő feladatuk, hogy az ilyen szép rendezett legyen, ápolt a színpadi produkcióhoz? Ez így van. A gyerekkoruktól kezdve, tehát pici óvodáskoruktól kezdve kiadjuk a ruhákat, hogy a fellépésre rendbe tegyék. Nyilván, amikor a ruhaosztás megtörténik, egy kis útmutatót kapnak, de hát amire nagyok lesznek, felnőtté válnak, addigra beletanulnak abba, hogy ezeket a sokszor eredeti viseleteket, tehát nem rekonstruált viseleteket, hogyan lehet tárolni és hogyan lehet szépen rendbe tartani. A Ritkán című darabban a fő hangsúly az a válaszúti Ritkán, ritka legényesen alapult, és aztán meg volt benne kalotaszegi román legényes, és száz nagy veszősi cigánypontozó, és még ördöngős füzesi ritka magyar. Kivel találkozhatott a közönség a Mulatság című előadásban? Pál Lajosnak igen bőven az egész állami kitüntetéseit sorolhatnám, de azt hiszem, hogy nem az a legfontosabb, hanem Lajos bácsinak a személyisége, ami magával ragadja nem csak a felnőtteket, hanem leginkább a gyerekeket is a színpadon. Ezt mindannyian érezhettük, hogy milyen az, amikor bár csak egy hangszer szólt, egy hangszer muzsikált, egy harmonika a színpadon, de Lajos bácsi olyan érzésekkel, olyan hangulatot tud teremteni, hogy azt hiszem, hogy mindenkinek nagy kedve támad táncolni. Ezt a koreográfiát a Ficánkoló csoporttal készítettük, ami az az érdekesség, hogy velük csak hetente egyszer találkozunk, és ráadásul ez egy dramatikus mű, amiben egy olyan táncos drámajáték, amiben egy elveszett gedát keres a pásztor, és amikor megtalálja, akkor megörül neki, és táncra perdül. Azért választottuk ezt a művet koreografáljuk, vagy formáljuk meg a gyerekeknek, mert egyszerre mese is, tánc is, és ez egy dupla lehetőség nekik arra, hogy önmagukat kifejezhessék. A ruhák azok saját készítésűek, vagy netán a tájegységről sikerül beszerezni autentikus ruhákat?
elég vegyes a ruhatárunk, hál' Istennek nagyon sok eredeti viseletünk is van, viszont annak is nagyon örülünk, hogy a vidéken vannak olyan viseletkészítő varróasszonyok, akikkel nem csak a saját tájegységünk ruháit tudom megvaratni, hanem könyvek, szakirodalom és elég sok utánajárás után a más tájegységeknek is nagyon hűen el tudjuk készíteni a viseleteit. Itt ebben a mai nap folyamán mind a kettőből láthattunk példát, úgyhogy eredeti viseletek is, és újonnan varrott viseletek is voltak a színpadon. A megnyitóban az életfa, mint szimbólum volt említve. Az életfa törzsére kinek a nevét tudnánk említeni, és kiket az ágaira? Hát természetesen Iglói Éva édesanyám az, aki 16 éven keresztül a kezdetektől vezette ezt a csoportot, ő vitte arra a szintre, hogy utána a következő generáció, aki jó magam volnék, illetve még utánam levők az én tanítványaim, Judit, Ahmed, Zsuzsi, ők még feljebb tudják vinni ezt a művészetet. A vezetésük óta milyen díjakat tudhat magának az együttes? Hát ami a legfontosabb, az a felnőtt együttesnek a 4 egymás utáni kiváló minősítése, ami 8 évet jelent, mivel 2 évenként van ez a minősítés, éppen tavaly volt az utolsó, ami egy nagyon nagy szó, 3 után már egy Martin György emlékplakettel jutalmazzák a együtteseket, és mi nem is kaptunk más minősítést, tehát mi legelsőre is kiválót kaptunk, és úgy egészen tavalyig. Ez talán ez a legfontosabb, és természetesen az egyéni szólódíjak. Mert hogyha nincsenek egyéniségek, nincsenek jó táncosok, egy együttesben húzó emberek, akkor nem tud olyan színvonalon működni egy együttes, hogy ilyen díjakat el tudja nyerni. Kinek köszönheti a Gödöllő Tánc Együttes ezt a sikeres 20 évet? Köszönhető a művészeti vezetésnek, de nagyon köszönhető a régen Petőfi Sándor Művelődési Központ nevezetű most Művészetek Háza dolgozóinak, igazgatóinak, és hát a legmagasabb érdeme természetesen Gémesi György polgármester úrnak volt, és van, aki az együttes mögött áll továbbra is, és a kezdetektől kezdve csinálja, és ott van, és adja a hátteret. A Gödöllő Tánc Együttes teljes jubileumi gálaműsorát hamarosan megtekinthetik a Régió Plus televízió adásában.